Tegnap este 7 órakor a Bulgakov Irodalmi Kávéházban az irodalom kedvelők betekintést nyerhettek Szilágyi István írónak, a Helikon alapító főszerkesztőjének az alkotó műhelyében. Az írót Fekete Vince faggatta. A kolozsvári Magyar Napok irodalmi rendezvényeinek keretén belül az Erdélyi Magyar Írók Ligája az EMIL szervezésében közönség találkozóra került sor tegnap este a Bulgakov Irodalmi Kávéház teraszán. Az estet moderáló Fekete Vince előbb a székely szótáról és legutóbb a Csiki székely krónikával kapcsolatos kutatásairól ismert Sánta Attila Razglednyicák című új életrajzi ihletésű verses kötetéről beszélgetett. Ezt követően Szilágyi István Kossuth Díjas író Foggal és Bütyökkel című novelláját olvasta fel a közönségnek a Bolygó tüzek című kötetéből. Fekete Vince életről, irodalomról, emberi és alkotói kapcsolatokról, helyről és időről faggatta Szilágyit, illetve hogy hogyan tükröződnek mindezek az író életművében. Ez egy olyan gyalogos írás, és eszembe jutott őt hallgatván, hogy ezelőtt 40 vagy 50 esztendővel az egyik akkori kisokos az egyik akkori novemlámra azt mondta, hogy tudod, kérlek, ez olyan móricos, ez nem nekünk való. Hát ez engem akkor eléggé szíven ütött, hogy ne mondjam szájon vágott, és körülbelül azt mondhattam neki, hogy az jó volna, hogyha ez valóban móricos volna. Na most olyan kérdéseket teszek fel, hogy erre vagy lehet válasz, rádió vagy tévé? Rádió. Könyv vagy internet? Csak egy van. Jó. Csak könyv van, csak könyv. Zene vagy csend? Ez a kettő együtt jár. Együtt igaz.